Köszöntöm az ismerős nézőit, vendégem Angler Kinga, akiről talán elmondható, hogy élhetek ezzel a szófordulattal? Tudja, mitől döglik a légy, legalábbis a turizmus területén, hiszen eléggé tág pályát írt le ezen a területen. Hogyan is indult? Én egy kicsit az origóra lennék kíváncsi, a kiinduló pontra, hogy mi határozta meg, hogy ezen a területen fogja majd a szakmai életét élni és karrierjét építeni. Teljesen véletlenül alakult ki, én világéletemben filmesztétának, vagy irodalomtörténésznek készültem. Hát elég messze. Így van. Van ettől a szakmától. Egy olyan lehetőségem adódott egy nyári munka kapcsán, hogy még diák munkaként fordultam ebbe a területbe, ráéreztem ennek az ízére, és folyamatosan alakult ki az, hogy először csak más irányba indultam el tovább tanulni, aztán folyamatosan, ami Magyarországon turisztikai végzettség, azt idővel beszereztem, olyan feladataim voltak még Szombathelyen, hiszen én onnan származom, amikor is talán jó időszakban is, hiszen akkor volt egy fellendülés az utazási szakmában, ez a 90-es évek első felére tehető, hogy külföldi utazási irodák programjait értékesítettük, repülőjegyértékesítéssel foglalkozhattam, tanulhattam ezt a szakmát nem csak Magyarországon, hanem Németországban, Svájcban is, úgyhogy ezek a lehetőségek hozták magukkal azt, hogy én elkötelezettje legyek a szakmának. Ugye több diploma és képzés birtokos, akkor járjuk be, hogy azért milyen területeket is ismer mérehatóan ebből a szférából. Turizmussal indultam, a turizmushoz kapcsolódott a szállodaipar. Ez gyakorlatilag azt mondom, hogy az elméleti oktatás mellett mindig nagyon fontos az, hogy milyen gyakorlati helyeken van az ember, illetve a napi életből mit tud ellesni, és ezek nekem nagyon jó tanuló iskolák voltak, hiszen Szombathelyen a Szavária turisztnál voltam hosszú ideig, ami akkor az akkori viszonyok szerint az egyik legszélesebb spektrumú utazási irodai típus volt. Azt követően a Vas megye első magánutazási irodáját hoztuk létre a barátnőmmel. Ez megint egy másik, egy kis vállalkozás jellegű feladat volt. Természetesen közben közgazdász jellegű tanulmányokat is végeztem. És egy idő után az egyik professzorom javaslatára vendéglátó szakot is elvégeztem a vendéglátóiparin, amire én mindig azt mondtam, hogy ez soha nem lesz az én területem. És hát a sors úgy hozta, hogy férjem, aki szekszárdi, és az ő révén költöztem én Szekszárdra, egy étterem tulajdonképpen, és hát a mindennapjaink jelentős részét ma már a vendéglátó tevékenység teszi ki. Nehéz volt ebbe belerázódni? Egyáltalán megszokni a Tolnai megyeszékhelyet, honnan is jött? Szombathelyi vagyok, és hát természetesen egy 100 000-es város után, egy 35 000-es város, egy nyitott, nyugati szelleműségű város után, egy ilyen, én általam kicsit belterjesnek, mindenki mindenkit ismer, ugye, ahogyan Babics írta is, hogy egy kisváros, nagy falu, ez a típusú város, ezt az életet megszokni, ez egy teljesen új feladat volt számomra, és ugyanígy a vendéglátás is, hiszen amit az iskolában megtanultunk, a főiskolán elméletben, egy-két gyakorlati órán megtapasztaltunk, és az a világ, amit a vendéglátás ténylegesen nyújt a mindennapokban, az teljesen más. Tehát kellett néhány év, amire én beláttam azt, hogy vannak a nagykönyvben előírások, és van az, amit az élet kíván meg, akár a vendégekkel való kapcsolattartásban, akár a kollégákkal való kapcsolattartásban. Tehát ez mind-mind feladat volt, sőt én azt mondom, hogy folyamatosan tanulja ezeket az ember. Hogy lehet jól működtetni egy éttermet egy olyan közegben, ugye Szekszárd rengeteg turisztikai lehetőséget kínálhat. Beszélhetünk itt a borokról, ugye, amik hát hála Istennek most már nem csak Magyarországon, hanem világszínvonalon is igen értékes és értékelt nedők. De mégis valahogy úgy érzi magát itt Tolna megyében az ember, és mindig azt halljuk, hogy turizmus, fejleszteni kell, és mégis mintha olyan nagyon nem sikerülne elő
előrelépni ezen a területen. Ezt vendéglátóként hogyan érzi, hogyan tudnak fejlődni egyáltalán, ki tudunk-e nyílni egy kicsit? Úgy érzem, hogy mi már az én idekerülésem előtt is próbáltunk egy kicsit nyitni. Gasztronómiai tematikus hétvégéket szerveztek a férjemék még a korábbi időszakban is, ezeket folyamatosan csináljuk ma is. Ide nem csak a szekszárdiakat, hanem a környéken élőket és az ideérkező turistákat is várjuk. Ezen kívül az éttermünk mindig is hangsúlyt fektetett a szekszárdi borok népszerűsítésére, a tájjellegű ételek népszerűsítésére. 2-3 éve készítettük el a borozónkat, amihez egy kis pince tartozik. Ez ideális színhelye az ilyen jellegű rendezvényeknek. Rendszeresen tartunk ott borvacsorákat, szakmai programokat, amik szintén az ideérkező vendégek számára is érdekesek lehetnek. És hogy értékeli mondjuk a megye turisztikai életét? Mert hiszen ez ugye nagyon szoros kapcsolatban van az önök tevékenységével, meg hát ugye a szakmájával. Nagyon sokszínű Tolna megye. Az adottságai, a vonzereje az nagyon sokszínű. Amit én hiánynak érzek, az az összehangolt együttműködés. Érzem én ezt, és egy kicsit magam ellen is beszélek, hiszen a Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület elnöke vagyok, és az egyesületben is nekünk ez az egyik problémánk, hogy az együttműködés, az egymásra építkezés, az nehezen indul el Szekszárdon. Én úgy érzem, hogy az ideérkező vendégszámmal nincsen baj ma már. Csak ez nem mindig olyan csatornákon jelentkezik, ami követhető, nem mindig jelenik meg statisztikai számban, ugye, mert hát mi onnan látjuk, hogy mennyi vendég van. Azért mi a Borút Egyesület minősített szolgáltatóitól nagyjából látjuk azt, tudjuk azt, hogy kinél hány vendég fordul meg. Amiben én nagy hibát érzek, az az, hogy a vendég eljön egy programért, eljön egy borkóstolóért valamelyik pincébe, vagy esetleg még egy pincébe átmegy. Nem mindenkinek ajánljuk fel azt a lehetőséget, és itt én a szolgáltatókat is érzem ebben felelősnek, hogy ha már eljött Szekszárdra, akkor nézzem meg egy múzeumot. Hát olyan múzeumaink vannak, hogy csodájára járhatnak az emberek, vagy akit van módunk és beinvitálunk, tényleg nagyon elégedett, hogy különlegességet lát, jól van tálalva. Mutassuk be neki a várost. Vigyük ki olyan helyre, ami nekem például teljesen újdonság volt az, hogy ezeket az úgynevezett szurdikokat látni. Hát ez egy nem szekszárdinak, aki nem egy ilyen löszös vidékről érkezik, annak ez teljesen csoda. Mindig azt szokták hibának fölróni, hogy nincsen Szekszárdon pincesor és bezzeg villány példája. Én azt mondom, én borturizmust tanultam már külföldön és Németországban, ott is egy nagyon jó módszer volt arra, hogy egy ilyen típusú borvidéken, mint Szekszárd, aminek az adottsága nem a boros pincék sora, hanem adottság az, hogy szép a természet. Egy olyan adottság van a kezünkben, ami nem kell különösebben alakítgatnunk, folyamatosan változik. Én más tudok megmutatni a vendégnek szeptemberben, ha kimegyünk mondjuk a Porkoláv völgybe, vagy a Zivám völgyre, vagy más tudok megmutatni akkor, amikor ugyanezt a kirándulást télen tesszük meg, vagy más nyújt a táj tavasszal, nyáron. Ez adja magát. Ezért nekünk nem kell semmi más tennünk, mint hogy megtalálni azokat a szép pontokat a domboldalba, amiről különlegességet tudunk mutatni. Szőlőtőkét lát a vendég, mert nagyon sokan ezt is keresik, hogy ha már eljön Szekszárdra, akkor nem csak a pincét szeretné látni, nem csak bort szeretne kóstolni, vagy nem csak egy jót szeretne enni, hanem igenis a tájat látni, azt, hogy honnan kerül az a szőlő az asztalára, amit majd ő elfogyaszt ez esetben borként. Tehát én azt érzem, hogy ezt nem erősítjük megfelelő módon, ezt a másságot, mást, mint amit a többi borvidék tud, az etyekieknél is ugye a pincesor, a hajósiaknál is a pincesor. Nekünk ez lehetne a sajátunk, és ezt lehetne erősíteni, ebben lehetne egyedi Szekszárd.
Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb azért elérjük, ha már a fejlődés útján talán elindult a megyeszéke, és hát talán mondhatjuk a többi település is, jó néhány település is. De hát ha már említette a Borút Egyesületet, akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy több vizsgája van, borbíráló és egyéb. Tehát azért a borokhoz nem csak mint vendéglátó, hanem mint szakember is ért és konyít. Így van valamelyest. A főiskolán volt egy olyan tanárom, akinek az volt a véleménye, hogy vendéglátást nem lehet a borok és az egyéb italok mély ismerete nélkül tenni, úgyhogy ott már kaptam egy indítólökést, és persze ahogyan Szekszárdra kerültem, adta magát, hogy a vendéglátáshoz közelebb kerülve, közben az Egyesület létrejöttét követően is, szerettem volna még többet tudni erről a témáról. A Magyar Borok Házában is több tanfolyamot elvégeztem Budapesten, illetve a Villányi középiskolában is. Nem mondom azt, hogy én borszakértő vagyok, én úgy érzem, hogy többet tudok talán a borról, mint egy átlag ember, de ez elengedhetetlen, hogy az ember leüljön részben a borászok közé, részben az étteremben, akár egy ételhez, egy ételsorhoz italsort állítson össze, tehát ez azt hiszem, hogy a munkám egy része a mindennapokban. És ha a munkáról beszélünk, akkor hát azt mondhatni, hogy önre tényleg jellemző az a mondás, hogy több lábon áll, és több lábon próbálkozik, hiszen az oktatás is szerves része a mindennapoknál, és itt is több intézményt megemlíthetnénk. Így van, még Szombathelyen kezdtem el óraadóként tanítani, szintén turizmus területen. Annak idején ott indult az első magyarországi középiskola idegenforgalmi képzés, ez egy két tannyelvű képzés volt. De miért indul el az ember? Hát azért pedagógia mégiscsak egy idegen terület, mert tanulni, meg azt elő is adni, az ismeretet azért az mégiscsak egy kicsit más. Fiatalokkal foglalkozni, azoknak a mindennapjaiban úgy megpróbálni őket leültetni, és bizony a tantárgyra koncentráltatni. Tehát azért mondjuk talán lehetnek ebben nehézségek. Bizonyára, bár én olyan környezetben nőttem fel, édesanyám tanítónő, édesapám is oktatott is a munkája mellett, bátyám is tanár, tehát ez nem volt idegen. Én abban nőttem föl, hogy kell a félévi jelentést megírni, meg az osztálynaplót kitölteni, tehát ez a mindennapjaink része volt. Tulajdonképpen ez véletlen volt megint csak, hogy Szombathelyen felkértek erre a feladatra. Annak idején én már a turizmusban dolgoztam, illetve idegenvezettem, és az idegenvezetés módszertanát, illetve annak a gyakorlati részét oktattam ott első körben. Aztán ahogy Szekszárdra kerültem, kiderült, hogy az ottani iskola és a szekszárdi vendéglátóiskola igazgatója jó ismerősei egymásnak, és éppen tanárhiány volt, és fölkértek, hogy itt ugorjak be. Aztán adta magát a többi, a Kodolányi középiskola, és most már talán negyedik, ötödik fél éve a Pécsi Tudományegyetemi és Gyula főiskolai karán is oktatok. Jellemzően turizmus, szálloda, gasztronómia területeket, illetve hát ilyen vállalkozási jellegű tantárgyakat tanítok. És ugye azért most egy kicsit följebb lépett, hogy úgy mondjuk a ranglétrán ezen a területen is, hiszen most a Kodolányi, a szekszárdi Kodolányi János középiskolában megbízott igazgató lett. Így van, a nyár elején történt ez a változás, és hát jelenleg az a feladatom, hogy a következő tanévet előkészítsem. Éppen most van az az időszak, hogy ugye lezárultak az érettségék, a felső oktatás meghúzta a ponthatárokat. Most van az az időszak, amikor mérlegelnek az érettségizettek, hogy hova jutottak, bejutottak-e egyáltalán a kiválasztott főiskolára, egyetemre. A szülők nézik azt, hogy belefér-e az a képzési forma, amire felvételt nyert a diák a családi pénztárcába. És hát most jelenünk meg a hirdetéseinkkel, ilyenkor van nálunk inkább a jelentkezéseknek a dömpingje, hiszen nálunk az oktatás, az alapoktatás az ingyenesen történik.
Tulajdonképpen nálunk szakképzés folyik érettségi utáni 1 és 2 éves szakképzéseket hirdetünk. Igyekszünk olyan szakokon képezni a hallgatókat, amikre van szükség egyrészt, tehát el fog tudni vele a későbbiekben helyezkedni, vagy ha esetleg mégis úgy dönt, hogy tovább tanul, akkor pluszpontot jelenthet a felvételinél, vagy egy olyan gyakorlatorientált képzést kap, amire aztán már könnyebben tudja a felsőoktatás elméleti képzését építeni. Ezen kívül hát nagy előny a szülőknek az is, hogy ugyanúgy, mint egy átlag középiskolába családi pótlékot kap a diák, ha olyan a család, akkor árvasági ellátás jár, tanulói jogviszony jár mindenhez, tehát diákigazolvánnyal rendelkezik. Büszkén mondom azt is, hogy akkreditált nyelvvizsgaközpont lett az iskolánk, úgyhogy októbertől már nyelvvizsgázni is lehet nálunk. Erre egyébként eddig is a nyelvtudásra sok hangsúlyt fektettünk. Nagyon sok képzésünk emelt szintű nyelvi képzés folyik. Hát fontos is, gondolom, hiszen ez a terület, a turizmus és az ehhez kapcsolódó ágazatok azért igénylik is a nyelvismeretet. Igen, de most már nem csak ilyen képzéseket hirdetünk. Korábban az iskolában elsősorban turisztikai képzés, idegenforgalmi ügyintéző, idegenvezető képzés folyt, valamint informatikai képzések. Most ez a két szakterület, ez továbbra is megmarad, de csatlakozik hozzá a marketing képzés, amire úgy néz ki, hogy elég szép számú érdeklődés van. Hirdetünk szállodai portás és recepciós képzést is. Itt ennek talán az az előnye, hogy ez egy 1 éves képzés, tehát aki esetleg lemaradt egy főiskoláról, és nem szeretné céltalanul eltölteni ezt az 1 évet, akkor neki ez egy ilyen lehetőség. És elindultunk az ügyviteli szakirányok felé is. Úgy gondolom, hogy az idegen nyelvű levelező, vagy idegen nyelvű titkári szakma az elég vonzó lehet, hiszen erre nagyon sok cégnél szükség van, aki egy kicsit többet tud, mint egy normál asszisztens, és mindezt idegen nyelven, hát ezeknél elengedhetetlen a magas emelt óraszámú nyelvoktatás, ami nem csak egy sima nyelvoktatást jelent, hanem természetesen a szakmai nyelvnek a megismerését is. És akkor én most azt gondolom, hogy kanyarodjunk egy kicsit vissza, most már az iskolát, illetve a lehetőségeket megismertük, egy kicsit az ön megismerésére, és én arra lennék kíváncsi, hogy mekkora plusz feladatot jelent a mindennapi életben egy intézmény vezetése, és egyáltalán el tudja képzelni a jövőjét. Ugye most említettük, hogy megbízott igazgatója az intézménynek, feladata a mostani nyári jelentkezések lebonyolítása, az erre való felkészülés, és hogyan tovább szeptembertől például? Jó kérdés? Igen, ez egy jó kérdés. Én azért abban bízom, hogy a kollégáim nagyon jól felkészült, általában a gyakorlati életben is azt csináló kollégák, amit tanítanak, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy nem csak az elméleti oldalát ismerik a dolgoknak, hanem a gyakorlati életben is nagyon sok segítséget tudnak ezáltal nyújtani a hallgatóknak. És egy nagyon jó csapat. Tehát ez egy ok is volt, vagy egy plusz volt ahhoz, hogy én ezt a feladatot elvállaljam, hogy egy nagyon jól összeszokott társaság, egy nagyon alaposan, lelkesen dolgozó csapattal lehet együtt dolgozni, és talán itt nincs is olyan hierarchikus viszony, mint ahogyan ez így hangzik, hogy én most vezetőként dolgozom, hanem mindenki tudja, hogy a gyerekeket szeretjük, szeretnénk, hogyha úgy kerülnének ki az életbe, hogy hasznos tudással tényleg az életbe tudjanak tanítani. És azt gondolom, hogy mindegyikük úgy gondolkodik a tanításról, hogy én magam is, és azt szoktam mondani a diákjaimnak, azzal szoktam kezdeni az évet, hogy én kaptam annyit a turizmustól, a szállodaipartól, a vendéglátóipartól, hogy én úgy érzem, hogy tartozom annyival a szakmának, hogy akik innen kilépnek, és a végén az oklevél, a bizonyítvány a kezükbe van, ők tényleg hasznos tagjai tudjanak lenni majd később annak a szakmacsoportnak, amiben dolgozni kívánnak. És hát mindenképpen az, hogy az alkalmazotti jogviszony is furcsa lesz nekem, mert tulajdonképpen vállalkozóként vagy valamilyen szinten szabadúszóként dolgoztam már 1000 éve,
Kicsit kötöttebb lesz biztos, de hát a feladat egy kihívás. Gondolom, hogy ott is helyt fog állni, de hát akkor azért a kihívás mellett ott van még két kihívás, két kis csemete, ugye, akikkel szintén boldogulni kell, és hát egy kis szabadidő, egy kis kikapcsolódás is bizonyára szükséges a mindennapi robot mellett, itt a nyár, igaz, hogy sajnos közeledünk már a vége felé, de hát hogyan tud feltöltődni, mit jelent a feltöltődés önnek? Hát a gyerekekkel eltöltött idő az mindig élmény. Szerencsére mind a két gyerekem nagyon hamar alkalmazkodik ahhoz a kis zaklatott életmódhoz, amit én úgy egyébként folytatok. Sok esetben jönnek velem éppen oda, ahol nekem programom van. Simon már iskolás, ő most második osztályos lesz, neki természetesen kötöttebb az élete, mellett sportol, nyelveket tanul, tehát nagyon elfoglal, tehát ő nála most már lassan a taxisofőr szerepét kell betöltenem, hogy hozom, viszem, leteszem, érte megyek, stb. Liza még óvodás, ő most lesz 4 éves, kiválóan önálló lány, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nekem azok a nagy problémáim a gyerekekkel nincsenek, mint amiről néha hallom a szülőtársakat beszélni. Alkalmazkodóak, rugalmasak, azt is mondhatom, hogy normális szófogadó gyerekek. Mindenképpen a szabadidőben igyekszem velük tölteni időt. Néha Simontól megkapom azt, hogy anya, tudjuk, te idegenvezető vagy, tehát ha megyünk, utazunk valamerre, akkor útközben is az elengedhetetlen, hogy elmondom, hogy itt most mit látnak, milyen stílusú az a templom, stb. Ez az országúton is elhangzik ez. Tehát a szakmától nem tud nagyon megszabadulni, még egy-egy kirándulás során sem. De úgy látom, hogy ők ezt egy persze, idő után meg élvezik, meg sok mindent tanulnak belőle. Igazából a szabadságunk egy részét már eltöltöttük a nyáron. Múlt héten jöttünk meg Szlovákiából, a férjemmel egy hetes programon voltunk, egyébként az Ingyenc Klub szervezésében, úgyhogy tolnaiakkal voltunk. A gyerekek pedig Szombathelyen édesanyáméknál töltötték már a nyár egy részét, illetve közösen velük a Balatonon, és hát még ilyen pár napot elcsipünk, ha ilyen szép idő lesz, akkor a Balaton. Az nekem feltöltődés, olyan helyen van a férjeméknek a nyaralója, hogy az egy nagyon csendes kis mókusok ugrálnak a fákon, de ha akarunk, akkor a siófogi forgatagba egyszerre ott vagyunk, tehát megvan az a lehetőség, hogyha szükségünk van arra, hogy a hangos életet halljuk, akkor az van, de egyébként el tudunk vonulni nyugalomba. Sok olyan programot is csinálunk, hogy egy délután környék látnivalóit nézzük meg, vagy csak biciklizünk a gyerekekkel, vagy egyet túrázunk a környéken, tehát ezek mind kikapcsolódást jelentenek számomra. Persze ezen kívül sokat olvasok, gyerekekkel sokat szeretünk kézműveskedni, tehát üvegfestés, pólófestés, textilfestés, ilyesmi, ez mind praktikus és célszerű időtöltés, így van. Hát akkor én nagyon jó kikapcsolódást, feltöltődést kívánok, ugye a szeptemberhez, nagyon jó munkát, és köszönöm, hogy itt volt velem, köszönöm, hogy megismerhettük. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb, és minden jót!